2007-ben ellenzékben Orbán Viktor még feltétel nélküli nyugati elkötelezettséget mutatott. Aztán nem sokkal a 2010-es választások előtt a miniszterelnök moszkvai látogatása után a Paks II szerződéssel és a keleti nyitás politikájával teljesen eltűnt az orosz ellenes retorika. Fölépítettünk egy jó működő kapcsolatrendszer, amit éppen most törik szét. A miniszterelnök arra utalt, hogy Magyarország NATO tagállamként most szemben áll Oroszországgal, és ezzel a moszkvai vezetés is tisztában van. Én azt javasoltam Putyin elnök úrnak, hogy azonnal hirdessen ki egy tűzszünetet. A biztonságpolitikai szakértő úgy látja, Orbán Viktor kijelentései a médiának szólnak, ezzel próbálja nemzetközi hírnevét helyreállítani. Kis Benedek József azt mondta, a budapesti tűzszüneti tárgyalási javaslatot az orosz és az ukrán elnök is visszautasította. A szakértő szerint egyébként, amíg békekötés nem születik, a magyar kormánynak a lavírozáson kívül nincs sok választása az orosz gáz függőség, a NATO és az Európai Uniós tagság miatt. Újhely István itt is van, jó reggelt kívánok az MSZP uniós képviselőinek. A lavírozás a kulcs szó? Ez nem lavírozás, ez egy csapdahelyzet, amiben a korábbi első, az előző 12 év miatt került Orbán Viktor. Két cintányér között vele együtt mi is beszorultunk, és ez nem egy egyszerű helyzet. Nyilván magyarként annak szurkolok, hogy nagyobb sérülés nélkül Orbán és vele együtt az a hajó, amiben mi együtt utazunk, ki tudjon ebből evickélni. Most isszuk meg a levét az elmúlt 12 évnek. Az, hogy egyébként erre rájönnek ilyen momentumok, mint az ukrán nagykövet berendelése a külügybe tegnap előtt, vagy mondjuk az a rendkívül furcsa helyzet, hogy a fideszes európai parlamenti képviselők a héten megszavazták a legsúlyosabb szankciók javaslatsorát az Európai Parlamentben, közben pedig erről hazudva nyilatkoznak a sajtóban. Ezek nem tesznek jót Magyarország mozgásterének. Viszont az a helyzet, hogy újabb kétharmaddal nyert a Fidesz, és hogy egy súlyos gazdasági válság van kialakulóban világszerte, de Európában biztos a háború következtében is. Ez nagyobb mozgásteret fog mutatni a Brüsszel-magyar kapcsolatrendszerben, mert hogy ugye mindenki alapvetésként fogja fel, hogy Brüsszel mindig a kompromisszumokra törekszik. Nem tenne jót nyilván az Uniónak, hogyha itt a magyar gazdaság a súlyos válság helyzetébe kerülne, és hát egy komoly legitimáció a kétharmad. A nemzetközi térben a válságokat egy járvány például, hiába hívja össze a kétharmadját Orbán Viktor, és 3 millió ember tapsol neki, ettől a járvány nem áll meg. A gazdasági krízis nem megszüntethető a propaganda gépezettel. Itt valós problémákkal szembesül Orbán Viktor, amiket nem lehet csak simán egyszerűen pénzzel, hatalommal, korbáccsal és mézes madzaggal, mint itthon ezt elrendezi, kezelni. Az Európai Unió nem tud mit kezdeni azzal, hogy kétharmad van. Én előre szóltam, ebben a stúdióban is elmondtam, várható volt. 2 nappal a választások után a bizottság elnöke bejelentette, hogy elindul a hivatalos eljárás Magyarországgal szemben. Ráadásul Lengyelországot kivették ebből a csomagból most már, és ez elég nagy probléma nekünk. Egyedül Magyarországgal szemben az Európai Unió történetében először elindult ez a bizonyos jogállamisági büntető eljárás. Ennek nem lehet más vége, mint hogy egyébként befagyasztanak forrásainkat, ami még rosszabbul hat majd a forint árfolyamára, aminek következtében még jobb, még nagyobb lesz az infláció. Tehát itt most az az érdek, és pici reményem van benne, hogy talán konszolidál Orbán Viktor, és rájön arra, hogy kardcsörtetéssel nem lehet a magyarság jövőjét biztosítani. Ezt meglátjuk, belpolitika. Ruf Bálint politikai tanácsadóval készült egy interjú a 444-en, voltak benne nagyon erős és érdekes mondatok, például az, hogyha a nyugat-európai mintát követnék az ellenzéki pártok, amiről úgy általában beszélnek, akkor minden egyes ellenzéki párt vezetőinek le kellett volna mondani a még vasárnap este. Egyetért ezzel? Azért nem értek egyet ezzel, mert Magyarországon nem egy klasszikus demokrácia van. Egy többpárti választási versengő rendszerben, ahol minden pártnak és pártelnöknek megadatik a lehetőség, hogy tiszta körülmények között bemutassa programját, és úgy állítsa össze a személyi csapatot, a jelölteket, hogy azért felelősséget tud vállalni. Egy ilyen helyzetben, amiben mi vagyunk, és Karácsony Gergely erről beszélt
többek között tegnap este a televízióban. Egy ilyen helyzetben már-már megkérdőjeleződik, hogy egyáltalán az ellenzék, egy demokratikus ellenzék a saját demokratikus eszközeivel le tudja elváltani a kormányzatot. Jó, ennek a véleménynek a másik oldala az pedig szerintem az volt, amit az ön párttársának Tóth Bertalan fogalmazott meg, hogy itt alapvetően minden rendben volt az MSZP háza táján, rendben voltak az egyéni jelöltek, rendben voltak az aktivisták, rendben volt a kampány, és ő szerinte itt a Jobbik szavazói hiányoztak. Ez elégséges magyarázat arra például, hogy az MSZP korábban 15 fős frakcióval kezdtem, most meg 9 fősssel kezdtem. Nem láttam Berci interjúját, azt tudom, hogy a saját belső testületeinkben milyen értékelést fogalmazott meg, és ott pontról pontra igaza volt. Nem lehet három mondatban összegezni a választások tapasztalatát. Az tény, hogy az ellenzéknek saját magával, és elsősorban minden pártnak és mozgalomnak először belül kell rendezni azt, hogy hogyan akarja folytatni. Engem, és láttam tegnap este Ági már kérdésre válaszolva jelezte, hogy elindul egy tisztújítási folyamat, engem nem érdekelnek. Most az ellenzéki oldalon egyetlen egy pártnak sem a tisztségei, a belső tisztújításai. Önmagában az a kérdés is felmerült, kell ennyi párt, kell ennyi 5% körüli párt, és ez az MSZP-re is vonatkozik. Van, nem érdekel az, hogy egyébként milyen tiszteken, milyen emberek ülnek, régiek, újak. A kérdés, hogy hogyan és mit akarunk csinálni. 4 éves kötelező építkezés előtt állunk. Ezt elindítottuk. Én magam ezt csinálom, talán látják. Innen megyek Tiszaújvárosba, aztán Miskolcra, hétfőn Érdre és Székesfehérvárra, és így folytatom, mert holnap is fel kell a nap, de nem kerülhetünk abba a helyzetbe, és talán ez az ellenzék egyik legfontosabb tanulsága, hogy 4 évig kell jelen lenni minden egyes településen és a választókörzetben, nem elég az utolsó fél évben. Ahhoz most el kell indulni, tehát azért hangsúlyozom, hogy az, hogy egyébként kik milyen tisztséget viselnek egy pártban vagy az ellenzékben, másodlagos ahhoz képest, hogy mit és hogyan akarunk csinálni, én most erre keresem a választ. Hallott erre valami tényleg érdekes és eredeti választ ezeken az utcafórumokon, amik tényleg egy speciális kulissza, hogy egy politikus kívül két kempingszékkel és bárkit vár, és a véleményét meghallgatja, ez nem annyira megszokott. Miskolciak jöjjenek 2:30-kor a Kossuth szoborhoz most Miskolcon, és ott lesz a két kempingszéken, Varga Laci meg én. Hallottam. Két nagyon fontos tanúsága van, az egyik, hogy abba ne hagyják, mert hogy ilyenkor ott van egy félelem, hogy a politikusok sebeiket nyalogatják, elbújnak, nem mennek a választóik közé menni, nem mennek sajtó elé kerülni, mert jaj, mit mondok. Őszintének kell lenni, el kell mondani a véleményünket, meg kell hallgatni a másikat. Tegnap a Facebookon 1,5 órás élő fogadórát tartottam, nevezzük fogadórának, végig több 100 fős élő közönség volt, írtak, kommentáltak, elküldtek a csodába, megköszönték a munkát. Ott kell lenni, mert ha most elveszítjük azokat, például pártaktivistákat, akik fizetés nélkül a saját szabadidejük terhére vitték végig az elmúlt éveket olyan környezetben, ahol lehet, hogy 1-2 emberen kívül nincs azon a településen olyan, aki kimerne állni a nyilvánosság előtt az ellenzék érdekében és az Orbán rendszer ellenében. Őket nem veszíthetjük el, mert akkor nem lesz honnan tovább építkezni. Hány és hány olyan civilt ismerek, akik mindig távol tartották magukat a politikai pártoktól, de most bevállalták a szavazatot. Egy dolog az, hogy ott kell lenni, más dolog az, hogy mit kell mondani. A mit kell mondaniban óriási hiba lenne, hogy azt gondolnánk, hogy mást kell mondani, hiszen én őszintén... Csak más hogy kell mondani? Abban látok, azt akartam mondani, hogy őszintén hiszek abban, amit ebben a stúdióban is 100-szor elmondtam. Az a Magyarország, amit én szeretnék építeni, amit szolgálni szeretnék, az nem az orbáni Magyarország, nem a keleti sztyeppék fele hadurakkal és oligarchákkal együtt élő, kiszolgáltatott Magyarország, hanem az a felvilágosult, modern, nyugatias, európai. Ezek azok a körmondatok, amikre nem volt a vevő én a most magyarok önnek, többsége. Én most önnek magyaráztam el, és azoknak a nézőknek, akik ezt értik. De ez az, amit meg kell néznünk, és így hirdettem meg a rendezvénysorozatot, hogy két ország van jelenleg ebben az egy hazában. Meg kell értsük a másikat, hogy ők miért szavaznak Orbán Viktorra. Az én lelki szemeim előtt egy olyan nemzeti
hazafias elkötelezettségű és nem a városokba beszoruló szociáldemokrata párt lebeg, amit szerintem nekünk az MSZP-ből meg kell csinálni, különben nem lesz folytatás. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Ez az egyetlen esélyünk. Köszönöm szépen.